Na, sziasztok, üdvözlök mindenkit innen a Füredi útról, jöttem be erre a telepre, és mindjárt azt is megmutatom, hogy miért egyébként ide. Szóval itt van a telephelynek a térképe, és egyébként ide simán be lehet jönni, itt rengeteg cég van, és innen az ide szabad a bejárás. Én legutóbb jártam itt, és akkor vettem itt észre valami érdekességet. Ezt nézzétek itt, tehát én először ezt így szúrtam ki, amikor véletlenül erre jártam, hogy na ebben persze rögtön úgy gondoltam, hogy ez valami kis vasút maradványa lehet. Mint az egészen sokáig addig megvan, ugye elmegyek a végig és megmutatom, és itt a másik oldalt is van egy ugyanilyen. Ezt figyeljétek, tehát és így is, és az így végig halad egészen addig az autóig, sőt még kicsit tovább is. És ezt nem tudtam mire vérni, ezt azt hittem, hogy ez valamilyen 600-as nyomtávolságú kisvasút, mert ahhoz hasonlít. Egyébként így utólag megnézem, meg a fentülőponton is irány, de valószínűleg nem, hanem itt valami csarnok lehetett itt ez az épület régebben, itt valami gyár lehetett és egy csarnok, és itt volt a portásfülke, valószínűleg, vagy a bejárata. És itt valamilyen csiller, vagy valami munkagép. Nek a szállító eszköze lehetett, vagy ami szállító szalag. És egyébként igen, itt eddig tartanak ezek a sinek. Itt van vége, és egyébként ebbe jártam itt az egész épületet, itt egyébként rengeteg busz is van benne, mert csak egyébként ezekért is jöttem be ikodában. Tehát itt van egy ilyen buszjavító elni, és ide jöttem be buszokat fotózni. Én pedig kiszúrtam az utcáról, hogy ez elég sok busz áll bent. És itt van a vége. Másiknak, és akkor nem is úgy néz ki, mint egy tipikus sín. Így, tehát itt a fentülőponton itt az látszik egy 1974-es képen, hogy itt valami ilyen gép van, hogy itt a két ezen a két sínrendszeren keresztül mozog, itt valami kontinent belül datul lehetett ez valami hasonló. Beszúrom ide a képen, aztán majd eldöntitek, hogy mi volt ez. Ez csak egy ilyen kis gyors és vlogocska, hogy na, nézzétek meg, hogy ilyen is van. És hát mondom, aki ilyen nagy vasútmániás, mert mindenhol kis vasutakat láthat. Tehát így még annak is néz ki egyébként. És simán szerintem ez egy 600-as nyomtávú valami volt. Úgyhogy hát akkor ennyi lett volna, és akkor nézzétek meg. Meg itt van egy csomó busz egyébként. Tehát még ezért is érdemes ide bejönni esetleg, hogy ezeket végigfotózni. És lehet egyébként nem szólt érte senki, mert azért se, hogy bejöttem, meg azért se, hogy de meg hát látjátok annyit, amit itt egy csomó cég, meg itt mellettem ez egy edzőterem, tehát simán be lehet ide jönni, na tessék, csináljuk már nekik is a reklámot. És akkor ez ennyi lett volna, sziasztok! Na nézzétek, meg egy picivel arrébb találtam még egyet. Ezt múltkor észre se vettem. Akkor pedig körbejártam az egész telepet, hát ha van még, és ezt akkor nem vettem észre, hogy itt is van egy. Ez csak egy picit van beljebb, egyébként a bejárattai közvetlen szembe. Van ez is. Csak arra fel az már valószínűleg a magánterület, de ott is buszok vannak, és itt van egy másik, de szerintem ez ugyanaz volt a funkciója, mint az előzőek, amit már megmutattam. És én mondom, hogy itt már a Gadányi utca van, ott a napszékház, ott az Avia benzinkút, és gyakorlatilag ennyi. Igen, még arra elnézek, és ha talál valamit, akkor majd még megmutatom.